Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Szólá Tibor polgármester úr, akivel az elmúlt testületi ülés egy-két fontosabb témájáról ejtünk szót, illetve azokról az eseményekről, amik az elmúlt hetekben történtek. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok mindenkinek! Kezdjük is rögtön, ugye a legutóbbi képviselőtestületi ülésen hát egy jó fél órát, ha nem több időt vett igénybe az a napirendi pont, amelyben az önkormányzat ingatlan gazdálkodását, vagyongazdálkodását tekintették át. 1995-től egészen az elmúlt év végéig, sőt, hát még 2022-es adatot is lehetett ott helyel közzel látni. Ugye ez elsősorban az összefogás Hajdú Nánásért képviselőcsoportnak volt egy kifejezett kérése, hogy lássanak egy áttekintést az elmúlt időszak és leginkább a lakásgazdálkodásról, az ingatlan gazdálkodásról, vagyongazdálkodásról. Ennek a több mint fél órás hozzászólásoknak, vitának mi a hozadéka? Tehát mi derült ki ebből az egészből, és elsősorban miért tartotta fontosnak a képviselőcsoport, hogy egyfajta áttekintést, részletes áttekintést kapjanak az elmúlt évek, évtizedek ingatlan lakásgazdálkodásáról, vagyongazdálkodásáról? Mint ahogy én a testetülésen fogalmaztam, azért nagyon hálás téma egyébként, és érdemes vele foglalkozni. Szerintem magában ebben az előterjesztésben az elmúlt 30 évnek a dinamikája, az elmúlt 30 évnek nagyon sok egyéb lenyomata is megjelenik. Magának a képviselőcsoportnak valóban volt egy indítványa, de ők nem ezt kérték. Ők 5 évet szerettek volna látni, és ilyen nagyon egy pontra fókuszálva. Megmondom őszintén, nyilvánvalóan látszik, hogy van egy prekoncepciója a képviselőcsoportnak. Azt akarják bebizonyítani, hogy mi elherdáljuk a városnak a vagyonát. Én magam részéről azért is gondoltam azt, hogy adjunk egy teljes képet arra vonatkozóan, és ne kevesebbet, hanem többet. És mutassuk be azt a teljes ívet, ami a rendszerváltás idejétől, onnantól, amikor az önkormányzatok számára lehetőség nyílt a lakásoknak az értékesítésére, mai napig nézzük meg, hogy ez az ingatlan gazdálkodás hogyan történik. Volt egy időszak a városnak, amikor többnyire eladás volt, és én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 12 évben, fogalmazunk így, jelentős ingatlan vásárlások is voltak. Hogyha itt egy pillanatra megállunk, az első jelentős cselekedete a 2010. októberében megalakult képviselőtestületnek, hogy megvásárolta a Mártírok 14 alatti ingatlant. Ugye ezzel kettős vagy hármas célunk volt. Egy, akkor nem tudom, nyilván akik részesei voltak, emlékeznek rá, volt egyfajta fizetésképtelensége a cégnek, és nem volt képes kifizetni a végkielégítését, az elszámolását a dolgozók irányában, illetve ez az ingatlan értékesítése lehetővé tette, hogy még további évekig valamilyen formában működjön a társaság, még hogyha kevesebb munkaerővel is. Másrésztről nekünk akkor megüzenték, hogy gyakorlatilag itt ment tönkre a város, tönkretettük, mi az, hogy mi ingatlanokat vásárolunk, és ráadásul egyébként hozzá kell tenni, hogy hitelből vállaltunk vele kockázatot, ez nyilvánvaló volt. És most, ha megnézzük, és egyébként a vita erről szólt alapvetően, akkor ha erről ívként kell beszélni, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 30 évben egyébként alapvetően a rendszer nem változott. Akik a lakásokról beszélünk, a lakásban élők jelentik be azt, hogy meg szeretnék vásárolni, erre van lehetőségük, és kedvezménnyel tudják megvásárolni. Amikor ez a értékmegállapítás megtörténik, ez hivatalos értékbecslő által értékbecsléssel történik, és ha valaki nem képes ezt egy összegbe kifizetni, akkor részletfizetési lehetősége van. Ez a konstrukció tulajdonképpen 30 éve szinte változatlan formájú, a kedvezményekben, a kamatok mértékében van változás, de alapvetően nincs. És ha megvizsgáljuk a számszaki adatokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyjából 430 valahány lakás került eladásra. Az első 14, hogyha 95-től számoljuk, akkor volt ez a lakás törvényben a változás, mondjuk 2009-ig az 14 év, ott 300 darab került értékesítésre, lakás és ingatlan, és egyébként az elmúlt 12 évben pedig 130 valahány, mondjuk azt, hogy szűk 140. Látszik az, hogy
sokkal nagyobb arányban értékesített a 2010 előtti önkormányzat, mint amit ezt azóta teszünk. Ha az ívét nézzük, akkor az látszik, hogy a 90-es években volt egy jelentős lakásvásárlás, és ez a 2000-es éveknek a közepére ez teljesen ellaposodik ez az ív, és itt ilyen 2014-2015-ben kezd emelkedni. Hát erre meg azt lehet volna, ez egy szociológiai ügy is lehet. Konkrétan elszegényedtek az emberek, nem voltak képesek a lakásukat megvásárolni, és most újra van erre lehetőség, hiszen egy sor olyan szociálpolitikai kedvezmény, szerintem a fizetéseknek az emelkedése is hozzájárulhat ahhoz, hogy van az embereknek igénye arra, hogy megvásárolják azokat az ingatlanokat, amiben laknak. Nagyjából ez az íve, és ugye ott egy elmés vita zajlott arról, hogy most darabszámban kell nézni az ingatlanokat, vagy forintálisan kell nézni. Én hozzáteszem, hogy szerintem borzasztóan nehéz most összehasonlítani egy 1995-ös pár százezer forintos lakás árat a jelenlegi ilyen 10 millió forintos lakásárakkal. Darab-darab ugyan, de hatalmas különbség van. És azt most megmondani, hogy az a 7-800, akár 1 millió forint mennyit érne, az nem egy könnyű tétel, de hogyha erre van igény, én azt mondtam, hogy nekem ez ellen sincs kifogásom. Nagyon szívesen foglalkozom még ezzel az üggyel, hiszen ez tényleg egy olyan téma, amivel érdemes foglalkozni, mert plasztikusan be lehet mutatni azt, hogy milyen paradigmaváltás volt. És ne felejtsük el, még egy fontos dolog. Ezek csak a számszaki adatok. Én arra emlékszem, amikor ellenzéki képviselő voltam, akkor nagyon sokat harcoltunk azért, hogy egyáltalán foglalkozzunk a lakásoknak a minőségével. Ugye nagyon sokszor jött vissza az a hang, hogy kiköltöznek emberek lakásból, és milliós felújításokra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán újra lakhatóvá tegyük a lakásokat. És akkor azt mondtuk, hogy legalább menjünk oda tulajdonosként, és nézzük meg, hogy milyen állapotban vannak az önkormányzati lakások, az önkormányzati vagyon. Az akkori vezetésnek az volt a válasza, hogy nem engedik be az emberek az önkormányzatot a lakásba. Na ehhez képest, ez volt, innen indultunk, ehhez képest az elmúlt években, minden évben egy lakáskataszter kerül felmérésre, a kollégáink kimennek, bekopogtatnak, felmérik, lefényképezik, ahol probléma van, jelzik ezt a lakónak, ez a módosítás, vagy bocsánat, a hozzáállás nem változik, ott tulajdonképpen elveszti a bérleti jogát a lakó, mert egyébként igenis be kell látni, hogy ez egy korlátos előforrás, nem tudunk mindenkinek önkormányzati lakást biztosítani, és ez a dinamika zajlik, hogy a benne lakók esetleg lelaknák ezeket a lakásokat, és tulajdonképpen folyamatosan az önkormányzatnak erre lakásonként milliókat kellene költeni, akkor érdemben ez egy rendkívül veszteséges működtetés lenne. Én azt gondolom, hogy ezért is kell ezzel foglalkozni, én nagyon szívesen foglalkozom vele, és nem kevesebb, hanem akkor még sokkal több információ lesz a város lakosságának arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat milyen gazdálkodást csinál. És még egy fontos gondolatán a végére, fölmerült egy kérdés, mert ugye itt vagyonvesztés, meg ilyen burkolt célzások hónapok óta, mondhatnám az elmúlt két évben ez a téma, és egyértelműen látszik az önkormányzat vagyon mérlegéből, hogy jelentős, sok milliárdos vagyon gyarapodása van az önkormányzatnak nettó módon. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan gyarapszik az önkormányzat vagyona, hiszen folyamatosan pályázunk, folyamatosan felújítjuk az ingatlanjainkat, és szerintem még egy fontos dolog, az elmúlt 12 évben a működőképesség határáról az intézményeink jelentős részét szépen rendbetettük, és fotovoltaikus rendszer, energetikai felújításokat hajtottunk végre, és hozzá kell tenni, hogy most rendkívül nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok az energetikai árak miatt, de én most azt kértem, hogy nézzük meg, hogy mi lett volna, ha ugyanúgy gazdálkodunk, mint ahogy ezt korábban tették, és hagyjuk ezeket az épületeket teljesen leamortizálni, és mondjuk ugyanabban az állapotban kellene működtetni, akkor nézzük meg, hogy most hány millió forinttal lenne több az önkormányzat által fizetendő rezsiköltség, mint ahogy egyébként sok munkával, sok vesződtséggel felújítottuk ezeket az ingatlanokat a jó gazdagondosságával, és tulajdonképpen most meg élvezzük azt, hogy bár az energiárak jelentős módon meglódultak az önkormányzatok tekintetében, de mivel végrehajtottuk ezeket az energetikai felújításokat, ezek a megtakarítások évről évre folyamatosan jelentkeznek. Tehát lett volna ez egy különálló kérdésem, de akkor gyakorlatilag, tehát most igazán élvezhetik az intézmények ezeknek a beruházásoknak a hasznát, amikor
amikor hát ilyen energiaárak vannak, amilyenek vannak. Hát én épp a közelmúltban volt vendégünk itt a gyógyfürdő ügyvezetője, és hát elmondta, hogy az elmúlt évi mondjuk hasonló havi 2,2 milliós rezsiköltsége most 2022-ben több mint 10 millió forint volt. Tehát ez így van. Akkora összegek, hogy szinte beláthatatlan következményei vannak. Így van, és most épp a fürdő az, ahol szeretnénk jelentős energetikai felújításokat tenni, és gyakorlatilag azt a célt tűztük ki magunk elő, ami egy rendkívül nehéz és felelősségteljes cél, hogy karbonsemleges legyen a fürdő. Vagyis annyi energiát képes legyen megtermelni, mint amennyi energiát elhasznál. Azt gondolom, hogy a fenntarthatóság szempontjából, a környezeti hatás szempontjából ez egy nagyon komoly lépés lehet. Nagyon sokat kell dolgozni rajta, és nagyon sok pénzt kell beinvestálni ahhoz, hogy ez a cél megvalósulhasson. Ez még a jövő, de mindenféleképpen, tehát egyrészt a napenergia, illetve hát gondolom talán a termikus hő is hasznosításra kerül. Még visszatérve egy picit a lakás gazdálkodásra, ingatlan gazdálkodásra. Tehát bárki, aki benne lakik egy önkormányzati ingatlanban, hogyha meg szeretné vásárolni, erre van mindenféleképpen lehetősége, vagy pedig ez bírálattárgyát képezi? Ezt az önkormányzat eldönteti, de az eddigi gyakorlat az az volt, hogyha valaki bejelentkezett, hogy ő szeretné megvásárolni azt a lakást, amiben lakik, az önkormányzat az elmúlt 30 évben erre adott lehetőséget. És én azt gondolom, ezen nem is nagyon kell változtatni. A lakásállományunkat nézzük, és szerintem ezt is érdemes már megnézni. Hogy hány darab? Következő testetülésre ezt én elő fogom készíteni. Azért is mondtam, ez egy nagyon hálás téma, sokat kell róla beszélni, hogy értsék az emberek, hogy mi történik körülöttük. Mert ha nem beszélünk róla, hiába tudom én azt, hogy mi van a háttérben. A városnak is tudnia kell, és ez nagyon fontos. És meg fogjuk nézni, hogy mondjuk a hasonló méretű települések, ez a környezetünkben hány arányosítva, hány önkormányzati lakásunk van, ebből mennyi a szociális lakás, mennyi a piaci alapú. A piaci alapú valóban piaci alapú. Mondjuk egy önkormányzati lakásért piaci alapon nagyjából 20 000 forint alatt kell fizetni. Amikor jönnek be hozzám az emberek, többnyire azt hallom, hogy ma hagyonláláson egy albélet az 100 000 forint környékén van. Azt mondják, hogy 80 és 100, de egy jobb minőségű albért akár többbe is kerülhet. Akkor ez nem piaci alapú lakás egyébként. Annak hívjuk, de nem az. De ezekről érdemes beszélni, és arról is érdemes beszélni, hogy tulajdonképpen amikor mi átvettük ezeknek a lakásoknak a jelentős része, működésképtelen volt. Olyan mértékű avuláson ment keresztül, lásd Bocskai út vége, hogy be voltak falazva az ablakai meg az ajtók. Mi ezt az elmúlt években mind felújítottuk. És nem csak felújítottuk, hanem nem csak fizikálisan, hanem szerintem morálisan is egy olyan töltetet adtunk neki a fecske lakással, ami példaértékű, legalábbis nagyon sokan azt gondolják országosan is. Mind a két oldalát. Így van. Közel 50 lakás van ma a fecske logikával a városban, ami a számszaki adatok és a lakosság szám arányosan, szerintem ez egy nagyon komoly arány, és az látszik, hogy nagyon szépen forog. És nagyon sokan költöznek most ki, építik a saját lakást, költöznek a sajátba, és adják át a helyüket a következő lehetőséget kérő fiataloknak. Szerintem a rendszer nem hibátlan, kell még rajta dolgozni, de én mindig szívesen beszélek ezekről az ügyekről, mert azt gondolom, hogy a nyilvánosság ezeknek az ügyeknek mindig csak jót tesz. És még egyetlen egy kérdés a lakásokkal kapcsolatban. Tehát ugye egyrészt van, hogy megvásárolhatja az, aki benne lakik, ez ugye általában akkor ez lehetőség mindenkinek. Történik-e piaci alapú értékesítés? Tehát, hogy mondjuk üresánál is akkor meghirdetik, és akkor jön ugye az a bizonyos licitár, amiről ugye itt szó volt a testületi ülésen is, hogy a benne élőknél nincs licitálás, tehát olyan áron, amilyen. Nem, olyan áron, amin megállapítja az értékbecslő, és abból kap egy kedvezményt, mint bennlakó. Amikor ez piaci alapon történik, akkor az azt jelenti, hogy üres a lakás, és így kerül meghirdetésre, és gyakorlatilag ott ugye nyilvános versenytárgyalás van, és gyakorlatilag a vevők licitálnak az ingatlanokra. De ezt a képviselőtestület tagjai is van olyan képviselőtestület, aki ezt rendszeresen teszi. Hol sikerrel, hol nem sikerrel. Nemrégében még a polgármester tisztséget töltött be a városba. Tehát akkor kerül értékesítésre, vagy persze. Került értékesítésre ilyen alapon is lakás. Így van, de ez a lakás gazdálkodás, vagy az ingatlan gazdálkodásnak a része. Veszünk és eladunk.
Hál' Istennek többnyire akkor vettünk, amikor még olcsón lehetett venni, és egyébként akkor tudunk most eladni, amikor meg drágábban lehet eladni. És ez az ingatlan gazdálkodásnak a része. Egy fontos dolog, most tessenek abba belegondolni, hogyha ez a szemlélet lett volna a rendszerváltás idején, és mondjuk az önkormányzat valóban azt gondolta volna, hogy neki felelősség és lehetősége a privatizáció során az ingatlanokhoz hozzájutnia. És mondjuk nem négyzetméterenként kellene most ipari területeket összeszedegetnünk, hanem az lett volna a lehetőség, hogy mondjuk van egy megállapodás, hogy mondjuk egy jelentős rész, ami a város körbevevő rész, jövőbe gondolkodva azt mondta volna a város, vagy az akkori vezetése, hogy igenis ezekre az ingatlanokra a város jövőbeni fejlesztése szempontjából szükségünk van. És most ebből szerintem nagyon-nagyon komoly forrásokat lehetne felszabadítani, de hát abból kell főzni, amink van. Nekünk a saját időszakunkért kell felelősséget vállalni. Ez 2010-ben kezdődött el, és az elmúlt 12 évén én szívesen vállalok felelősséget, és szívesen beszélek ezekről az időszakokról. De hát ugye abban az időben az volt az általános, tehát országszerte általános nézet, hogy az önkormányzatnak nem feladata a gazdálkodás. Tehát nem... Ez Nánáson így volt, de tessenek megnézni egy sor olyan települést, ahol ezt komolyan vették, és ez nem volt kérdés, hogy egy városnak tudnia kell, hogy fejlődni akar, kell egy jövőképének lenni. És gyakorlatilag most, hogyha lenne olyan ipari terület, most éppen a régi vásárteret kellett feláldoznunk arra, hogy egyáltalán tudjunk kialakítani valami ipari területet. És ne felejtsük el, ez az ív nem véletlenül mutatja ezt. Nyilvánvalóan a 90-es években a rendszerváltással tönkre ment egy sor ipari üzem, vagy egyáltalán üzem a környezetünkben. Ebben a legnagyobb csapás egyébként a Tungsram gyárnak a bezárása volt. Ott 1600-1700 ember dolgozott. És ne felejtsük el, nagyon sokaknak ez kapóra jött, mert nekik olcsó munkaerőre volt szükségük. Szerintem ez egy végzetes, nem mondom, hogy végzetes, mert nem végzetes, de ez egy fatális hiba volt a város irányításának a tekintetében. Igenis a városvezetésnek, mindenkori városvezetésnek van felelőssége a gazdaság tekintetében. Egyedül nem tudja ezt megoldani, de igenis a lehetőségekhez mérten egy városnak kell abban gondolkodni, hogy mit tud tenni saját maga azért, hogy tudja javítani az itt élő embereknek az életkörülményeit. Az elmúlt 12 évet ez hatja át. Ha valakinek ez tetszik, tetszik, ha nem, nem. Ezekről az ügyekről én mindig szívesen beszélek, mert most látszik az meg egyébként, majd tessenek egy picit ebbe belegondolni, most van a kormányalakítás. Nem tudom, hogy figyelik-e a minisztereknek döntően gazdasági. A megszólalásait. Önrendelkezésről beszélnek, önellátásról beszélnek, rövid ellátási láncról beszélnek, és arról beszélnek, hogy ha lehet, akkor helyben kell megtermelni az élelmiszert, és egy olyan önrendelkezésről beszélnek, ami egyre jobban mondjuk azt, hogy a fókuszba fog kerülni, 12 éve ezt csináljuk hagyuláláson. Tessenek megnézni az elemeit, akár a helyi termékportékát, a helyi fizetőeszközt, az, hogy hogyan lehet rövid ellátási láncot kialakítani, hogyan lehet bevinni a közétkeztetésbe helyben termelt egészséges élelmiszert. Nem mondom, hogy ez egy csoda, de nagyon sok munka van benne, és nyilván ez egy vízió. Sokan azt mondják, hogy hóbort és hülyeség, én azt gondolom, hogy ez egy vízió, egy picit látni kell a világban előre, de és azt látom, hogy most, amit mi csináltunk, az szépen felértékelődik. Épp most szeretné egy település megkapni a teljes modellt, a Dunántúlon szeretnék ezt az egészet megvalósítani. Mert hogy járt egy delegáció. Igen, de az egy másik, ők éppen Baja és Kalocsa környékéről jöttek, de ez most éppen egy dunántúli régió, aki regionálisan szeretné azt a modellt átvenni, amit mi is csinálunk Hajdunáláson. Szerintem ezek jó jelek. Ezek azt jelentik, hogy annak a munkának, amiben nagyon sok energiát fektettünk, annak van értelme, és szerintem van becsülete a nánási embereknek, és amikor Nánásról hallanak az emberek, többnyire nem ezek a marginális vitákat hozzák föl, mert ezek nem hallatszanak azért odáig el, azt viszont látják, hogy valamit akaró emberek laknak itt, olyan emberek laknak, akik kreatívak, és hajlandóak dolgozni azokért a célokért, amit közösen kitűznek. Szerintem ez egy jó hír. Ez egy nagyon jó hír, annál is inkább, mert azért ebben a világpolitikai helyzetben, meg gazdasági helyzetben, amiben most van, és nem csak
Magyarország, nem csak Hajdúnánás, hanem az egész világ. Szerintem itt most mindenki igyekszik valamilyen szinten az önellátásra berendezkedni. Mert hogy függünk mindenkitől, minden téren, és azért akkor teljesen kiszolgáltatott gazdas, mindenféle fajta téren az ember. A város mindenki. Szíva. No, térjünk át egy másik témára. A református templom előtti tér, ha jól tudom, akkor a közeljövőben meg fog újulni. Ott már egyfajta felújítás, már ugye régebben elkezdődött, de az csak ott a bástya környékét érintett. Hősök szobra, és ott egy szűkebb... Ugye az a tér valamikor a rendszerváltás idején alakult ki, igen. A bástyával és azzal a burkolattal. Meglehetősen elhasznált, meglehetősen rossz állapotban van. Nem tudjuk tovább húzni ezt a dolgot, közfoglalkoztatási programban terveztük, és most ez teljes lezárásra fog kerülni. Gyakorlatilag itt a Hősök szobrától egészen a zebráig, ami a Kossuth utcán van, az egy teljes körű lezárás lesz. Arra kérem a város lakosságát, hogy ezt most, ha lehet, akkor türelemmel viseljék. A templomot megkerülve, illetve a körforgalomnak a túloldalát közlekedve lehet közlekedni a városközpontban. A célunk az az, hogy az iskola kezdésre gyakorlatilag ez a tér elkészüljön. Megpróbáljuk a bástyának a tetőszerkezetét is felújítani. Ez egy fazsindely, ami az elmúlt 30 évben jelentős mértékben elhasználódott, és most már beázik. És szeretnénk egyáltalán egy olyan kis teret ott kialakítani, ami a Hősök szobrához, a Hősök, a bástyához. Az egy méltó. Mondjuk azt, hogy a dísztérnek a díszrésze lehet. Ez fog most következni. Ehhez kérem a város türelmét és megértését. Még szintén ezen a területen maradva a Kossuth utca piac. Bár már beszéltünk a múltkor a piac elkövetkezendő felújításáról, azonban itt még mindig hallatszanak hangok, hogy hát akkor ez hogy lesz a piac, hogy egyáltalán nem beszéltek az árusokkal, vagy az ott rendszeresen árusító, tehát pavilonokat, bérlőkkel, egyebekkel. Ezt nyugodtan mondom, és halkan, ez nettó hazugság. Azzal kezdtük, hogy amikor egyáltalán a piac felújítása szóba került, és elkészült egy koncepció, akkor összehívtuk a piacon dolgozó árusokat. Lehet, hogy azok, akik most nyáron árusítanak, azok most éppen nem voltak ott, de mi nem szelektáltunk. Az arra kértük a piac felügyeletét, hogy hívják meg az árusokat. Moziba voltunk, és nekik prezentáltuk először, hogy milyen változások várhatóak a piacon, és ehhez ők mit szólnak, mondják el a véleményüket, amit lehet, megpróbálunk beépíteni. Szóval ez nettó hazugság, hogy nem. De ez nem egyedi, ezek ilyen rendszeresen. És megmondom őszintén, én most már azt nem fogom ezt végighallgatni, hanem mindig csendesen, nyugodtan, de határozottan el fogom mondani, hogy mikor nem valóságot állítanak bárki egyébként a képviselőtestületen. Arra kérem a képviselőket, de engem is figyelmeztessenek, ha esetleg olyat mondanék, ami nem felel meg a valóságnak. A piacra visszatérve, hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, a jelenlegi funkciók felújításán túl a piaci funkciót érdemben nem fog megszűnni semmi olyan, ami most van, hanem a piac tér többé válik. Egyrészt parkolási lehetőséget fog jelenteni, plusz parkolási lehetőséget. Én azt gondolom, hogy minden, ami ma a városközpontban plusz parkolási lehetőséget jelent, az a város élhetőségét jelentős mértékben javítani tudja. Én azt gondolom, hogy szép lassan el kell odáig jutnunk, hogy minden, ami a jövőben épül, azt már csak úgy lehet elképzelni, hogy alatt a garázsnak kell lennie, vagy valamilyen formában a telken belül jelentős parkolómennyiséget kell kialakítani. Nem tudjuk másképp életképesnek tartani a városközpontot. Látszik, hogy az a mérhetetlen mennyiség gépjármű, ami van, azokban a parkolókban, amik korábban kialakításra kerültek, már nem férnek el. Volt egy korábbi, nem mondom, hogy hiba, de egy korábbi szokás, hogy minden építkezésnél ki lehetett váltani a parkolók kialakítását bizonyos összegű befizetéssel. Ez praktikusnak tűnt akkor, de az látszik, hogy gyakorlatilag jelentős problémát okoz most a parkolás tekintetében. És egyébként meg a piac kap egy teljesen új, a régi agórára emlékeztető funkciót, ami azt jelenti, hogy a hétköznapokban a piac parkká válik. Gyakorlatilag nem csak árusok lesznek ott, hanem az emberek leülhetnek, lesz egy szép környezet, és gyakorlatilag, amikor nincs piaci tevékenység, akkor ez egy parkként
egy közösségi térként tud funkcionálni. Szerintem ez egy teljesen új koncepció, és egészen biztos vagyok, hogy jól fog működni. Ehhez vásároltunk most meg egy kisebb telekrészt a Takarékszövetkezettől, ezzel is tudjuk bővíteni a piacnak a felületét, és amit még egyszer mindenkit szeretnék megnyugtatni, semmi olyan funkció nem fog megszűnni, ami most van, csak sokkal jobb feltételek mellett fog kialakulni, és sokkal élhetőbb, sokkal használhatóbb közösségi tér alakul ki, olyan mértékben is, amiben a korábbi időszakban nem gondoltunk. Szerintem kevesen gondoltak arra, hogy amikor nincs piacnak, akkor le lehet ülni, és ott lehet pihengetni a piac területén. Ez most egy teljesen új koncepció. Mert mondjuk, hogy igazából az nem is nagyon adott ott. Tehát nagyon de most röviden. Erre lesz lehetőség, és ráadásul egy szép környezetben lesz rá lehetőség. Nagyon röviden. Tehát a mostani, ugye van a nagy sátortetős rész, és vannak körbe a kis pavilonok. Igen. Ezek megszűnnek, újak épülnek, vagy ezek azok amik nagyon sok kritikát kaptak ezek sokan bódénak hívják, sokan azt mondják. Hogy beszűkíti a teret. Ezek onnan el fognak tűnni. Az árusok azt kérték, hogy egy részüket vigyük be a fedett tér alá, és gyakorlatilag ott elalakba kifele tudjanak onnan árusítani. Ennek a sátras résznek a teljes belső felülete az asztalok meg fognak újulni, és egy teljesen új térkövezet fog kialakulni, ami mosható, takarítható, jó belvízelvezetése lesz, és meg lesz oldva mindenhol, hogy ne álljon meg a csapadékvíz. Ugyanúgy lesz szabad árusítási lehetőség is, lesz egy fedett parkoló, lesz ez a parkrész, és fog egy pár olyan új üzlethelyiség kialakulni, ami gyakorlatilag ehhez a részhez fog. Nem kevesebb, hanem több lesz a piac. Aki ezzel ellentétesen riogatja az árusokat, vagy a lakosságot, a véleményét elfogadom, de szerintem alaptalanok ezek a riogatások. Hozzá tudnak kezdeni ebben az évben ehhez a munkálatokhoz? Vagy? Nem tudom. Ezt nem tudom megmondani. Ugye az új top-pulcos fejlesztési időszak arról szól, hogy nem egy kész tervet adunk be, hanem egy koncepciót adunk be. Amikor ez nyer, utána lehet ezt véglegesen kidolgozni, és utána indulhatnak a közbeszerzési ügyek és a kivitelezés. Tehát akkor itt még nem tartunk? Jelen pillanatban még nem. Ugyanígy hangulatkeltés zajlik a közterületfelügyelet kérdésében is. Azt kell látni, hogy a közterületfelügyelet az mindenhol az országban, bármely településre megyünk, az egy komoly felhatalmazással rendelkező szervezet. Vagyis van szava, hogy egy közterületfelügyelő mit tesz, vagy mit nem tesz. Hozzá kell tennem, hogy ezek nem öncélú ügyek. Ez nem arról szól, hogy a közterületfelügyelet az kimegy, és ő valamilyen fondolatos módon kitalálja, hogy hogyan lehetne egyébként a lakossággal kitolni. Hanem, hogyha tetszenek figyelni az eseményeket, gyakorlatilag az látszik, hogy vannak notórius szabálysértők a városban. Tehát, hogy itt a parkolásról van szó elsősorban. Parkolásról, a kaszálatlan utcákról, a kaszálatlan kertekről, és azokról a szabálytalanságokról, amik rengeteg embernek tönkreteszik a hétköznapjait. Akik jönnek az önkormányzathoz és panaszkodnak, hogy milyen szomszédjuk van, hogy nem teszi azt, amit egyébként a közösségi együttélés alapvető szabályai pedig megkövetelnének. Vagy hogyan gondolja azt, hogy ő bármikor beállhat a zöld terület közepére, mert neki akkora kocsija van, hogy az ott fér el. És még a fokozatosságra is figyeltünk. Sokan mosolyogtak rajta, amikor ezek is cettit találták a kocsijukon, és mondták, hogy mekkora hülyeség ez, hogy kedves képkocsi tulajdonos bizonyára nem vette észre, hogy olyan felületen áll, amin egyébként nem lenne szabad. Nyilván nem azzal kezdtünk, hogy na akkor tessék, itt van 100 000 forint bírság. Nem erről szól. Egyszerűen rendet kell tartani, és rendnek kell lennie. Szerintem ez a közösség a többségnek az érdeke, mert a többség a szabálytisztelő, és betartja a rendet. Ezekkel szerintem nem is szabadna, hogy ezen vitatkozzunk. És a parkolásról, a fizetőparkolásról. Egyetlen egy utcája fizetős hajdonállásnak, ez a Kossuth utca. De az sem azért, mert ebből kíván meggazdagodni az önkormányzat, hanem egy sor olyan közintézmény van, amihez, hogyha valaki idősebb, beteg, egyáltalán siet, akkor ott szeretne megállni a környezetében. És tessenek abba belegondolni, hogy ez nem lenne fizetős ez a rész, akkor valaki ott lakik,
beáll, és azt mondja, hogy köszöni szépen, de mondjuk ott áll két hétig, és nem megy arrébb. Nem lennének helyek, ahol mondjuk azok az emberek meg tudnának állni, akik ezekből az okokból szeretnének a közelben megállni, mert mondjuk mozgásukban korlátozottak. És csak ezért van ez a fizetőparkoló. És szerintem bárhová megyünk, legalábbis én, ne haragudjam, de szerintem a többség megint, megérkezünk, elmegyünk üdülni, elmegyünk egy nagyvárosba, megállunk valahol a parkol, az az első fogom, megnézem fizető, előveszem a telefonomat, és telefonnal fizetek. Ez dánáson is lehetséges. Tessenek ezt megtanulni. Ez nem egy bonyolult dolog. Ha valaki nem bízik a telefonjába, akkor meg valóban előfordul az, hogy azt hiszem, hogy 100 forint, ha jól emlékszem, fél óra, 200 forint egy óra. Ez mérlegelés kérdés, hogy ez sok vagy kevés. De még egyszer, a célja nem a pénz beszedése, hanem az, hogy legyenek üres parkolóhelyek a Kossuth utcán. És ne tessenek ezért a közterület felügyelőkre haragudni. Ők a munkájukat végzik. És tulajdonképpen szúrópróbaszerűen ellenőriznek, és gyakorlatilag abban próbálnak nekünk segíteni, és ez a közösség érdeke. És azt kérem a többségtől, a szabálytisztelő többségtől, hogy álljunk a közterület felügyelet oldalára, és ne bántsuk őket, mert el fogjuk venni a kedvüket, és a végén nem fogunk találni olyan embereket, akik ezzel szeretnének foglalkozni. Szerintem a rend az nagyon fontos. Tessenek arra visszagondolni, hogy milyen időszaka volt a városnak 2010 előtt, akkor, amikor volt egy disznótor, szinte automatikusan kirabolták a spájzot. Embereket ütöttek le az utcán és rabolták ki. Ehhez képest nagyságrendekkel jobb a közbiztonság a városban. Ehhez hozzájárul a rendőrségnek a munkája, legfőképpen hozzájárul a városnak a munkája, ebben benne vannak a kamerarendszerek, és benne van a közterületfelügyelet is, benne van a polgárőrségnek a munkája, benne van a mezőrségnek a munkája. Szóval nagyon sok munka van ebben, és azt gondolom, hogy a többségnek ez az érdeke. Az aki nem szabálytisztelő ember, azok meg én véleményem szerint sokkal kevesebben vannak, és igenis nekik kell ebben az esetben igazodni ahhoz, hogy a szabályokat be kell tartani. Csak tényleg fél perc, de úgy láttam, hogy épp mostanában alakítottak ki a Nánás Center belső udvarán több kocsiállásos parkolót. Ezt most nem tudom, hogy esetleg ez a városnak van hozzá köze, vagy pedig ez saját zsebből finanszírozták az ott levő üzletek, de gondolom ott is lehetőség van parkolásra. Az egy társasházat. A maga az egész Mátirok 14 az egy társasház, minden ebben a tekintetben aránylik, és ebben az önkormányzatnak is természetesen van tulajdon része. De valahol tehát azért alakulnak kisebb-nagyobb parkolók, de hát sok a gépkocsi. Jól élünk ezek szerint. Én azt mondom, hogy abban a tekintetben hál' Istennek, hogy valóban az emberek megtehetik, hogy több gépjárművet használnak. Hozzáteszem, hogy ez nem könnyíti meg az életünket, hiszen ezek a városok ilyen mértékű gépjármű forgalomra csak nehezen, vagy ezzel nagyon nehezen birkóznak meg. Meg kell nézni, ahogyha valaki jár Debrecenbe, Debrecenben már ugyanolyan dugók vannak, mint Budapesten. Gyakorlatilag van, mikor negyed óra, 20 percbe kerül, mire az ember kivergődik a belvárosba. Főleg csúcsforgalom idején. Igen, ezt ki lehet próbálni. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.